Nagyszabású pályaorientációs programon vehettek részt azok a fiatalok, akik ellátogattak a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Bezerédi István technikumba, vagy ahogyan sokan ismerik, a Szekszárdi Keribe. A rendezvény során az új duális képzés tapasztalatairól, eredményeiről a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara szakembere beszélt. Az eddigi felmérések szerint, amíg 2020-ban a megyében csak nem 120 vállalkozás csatlakozott a megújult rendszerhez, addig napjainkra ez a szám már 280-ra emelkedett. Nem csak azok maradtak a rendszerben, akik az elején mindjárt igent mondtak, hanem léptek be újak is, olyan cégek, akik eddig abszolút nem foglalkoztak tanulóképzéssel, illetve azok, akik azt mondták, hogy kivárnak, azoknak a nagy része is igent mondott végül is. A nap fő célja, hogy a leendő diákok és szüleik első kézből kapjanak információkat az oktatásban rejlő lehetőségekről és a duális képzőhelyekről. A partnerek számára pedig szakmai előadások keretében nyílt lehetőség a tapasztalataik megosztására, az eredményeik értékelésére. Ami teljesen újdonság ebben az évben, az egy interaktív szakmaválasztó kavalkád, amit 4 helyszínen úgymond szigetekbe elhelyezve a különböző ágazatainkhoz kapcsolódva, mint a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem, illetve a közlekedés és szállítmányozás, tekinthetnek meg a szülők, illetve a diákok, és kipróbálhatnak nagyon sok játékos feladatot, kapnak jutalmakat. Tömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja kiemelte, fontos, hogy a szervezet és a hozzátartozó iskolák reagálni tudjanak a gazdasági igényekre. Az üzleti szférát és az oktatást hogyan lehet egymáshoz közelíteni, és a gyerekeken keresztül kell közelíteni, és ez a nagyon fontos. Próbálunk az igényekre mindenféle módon reagálni. Az utóbbi időben nagyon-nagyon sok felnőtt jött be például a rendszerbe, képzési igényekkel, és ezek döntő többsége most már hála Isten cégektől jön. És azoktól a cégektől jön, akik részben partnereink, és részben pedig eddig nem is voltak a látókörünkben. Az esemény továbbá Bőrzével zárult, ahol a leendő és jelenlegi diákok találkozhattak a partnervállalkozásokkal. A fiatalok hasznos információkat szerezhettek a duális képzésről, amelynek célja a valódi gyakorlat és a hasznos tudás megszerzése.